A barna fivérek, Vilmos és Áron most még a nagyszülők szerető gondoskodását élvezik a vakáció alatt, de 3 hét múlva ők is újra iskolapadba ülhetnek. A család legifjabb tagja, Áron, most indul első osztályba, amit már izgatottan vár. Nagyon jó ott kézműveskedni, játszani, barátokat szerezni, meg tanulni. Minden szülő életében a beiskolázás örömteli, de anyagi felelősséggel is járó döntés. Iskola kezdéskor gyermeknek és szülőnek egyaránt több új helyzettel kell megbirkóznia. Nekünk 2 gyermekünk van, és mind a ketten az egyik negyedikes, a másik elsős lesz most. Az elsős gyermekünknek kapunk olyan téren segítséget, hogy iskolatáskát kap, és a Magyar Nemzeti Tanácstól az iskolakezdő csomagot. Az elmúlt időszak, a járványügyi helyzet rendkívüli módon rátette a bélyegét az oktatásra, hiszen a társas érintkezés elengedhetetlen a diákok életében, csak úgy, mint a szülők és a pedagógusok között zajló konstruktív kommunikáció és a bizalom megléte. Állítja Drágin Anasztázia pszichológus. Ahogy én beszélgettem már a gyerekekkel, nagyon várják az első osztályt, úgyhogy ők nagyon készülnek, és a szülők is készülnek az első osztályra. Természetesen, hogyha fölkészítik a gyerekeket, beszélgetnek erről az iskola kezdésről, annál kisebb lesz a stresszfaktor. Még javában adott a lehetőség az Adai Cseh Károly általános iskolába való beiratkozásra, de már most látható, hogy az elmúlt évekhez képest Adán növekvő tendenciát mutat az első osztályba indulók száma. Közel 600 gyermekkel fogjuk megkezdeni az idei iskolaévet. Nagy örömünkre szolgál, hogy az idején növekedik az elsősök létszáma. Összesen 84 kis elsőst várunk egyelőre. Bár még jelenleg sem tisztázottak a szeptemberi iskola kezdés feltételei, az iskola vezetősége, a pedagógusok és a szülők egyaránt bíznak az oktatás újra régi kerékvágásban történő menetében.